Köszönettel tartozom közvetlen feletteseimnek, akik érdemesnek tartottak erre a nívós díjra, másrészt a város vezetői felé, akik megítélték ezt számomra. Hatalmas élmény az ember munkásságában, amikor díjat kap, mondta az óvoda pedagógus, aki a gyerekekkel való tevékenykedést legalább annyira élvezi, mint maguk a gyerekek. Nagyon fontos, hogy mintát lássanak a szülők arra, hogy hogyan, milyen módon lehet a gyermekeket megközelíteni, hogyan, milyen módon lehet az ő saját kisgyermekével is egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami majd a későbbiek folyamán az iskolai tanulmányokban előnyt jelent és nagy segítséget, és az ki kell, hogy alakuljon akkorra a szülő és gyermek között. Ez a célunk, hogy a 3-4 év alatt odáig jussanak ők ketten, a szülő és a gyermek, hogy ez működjön. Emellett a szülők nagyon érdeklődőek, nagyon kedvesek és odaadóak az óvoda felé, nagyon figyelmesek. Így az óvodai életünkben ők szinte mindig ott vannak. A rendezvényeinkkel lehet rájuk számítani, ötleteket hoznak, hajlandóak még egy tevékenységet is lekoordinálni, akár csillámtetoválást is fölraknak az egész óvoda összes gyermekének, sőt, még a testvéreknek is. Tehát igazából én azt látom már így az évek során, hogy egy olyan jó nagy család vagyunk. És akkor, mikor egy-egy rendezvény alkalmával épp megfigyelem, hogy hogyan s miképp működik, olyankor nincsen én gyerekem, te gyereked. Olyankor, aki ott van, az intézi, fogja, viszi, tölti, megmossa, pisírteti, fölrakja, odaadja, odanyújtja, fölsegíti, és ez nagyon jó látni. Tagintézmény vezetőként több újdonságot is bevezetett az óvodában. Családanyának lenni és óvodéninek lenni azért más. Mert valamikor a szülő szól belőlem, és valamikor az anya. Itt viszont az óvodéni. De mivel annak idején is már én óvodéni voltam, amikor ők abban a korban voltak, nyilván tudtam, hogy mik az elvárások és mik lesznek az elvárások, és hát szülőnek is kellett lenni, de nyilván anyának is kellett mellette lenni. Az én gyerekeim nagyon kedves és jó emberek lettek. Segítő emberek lettek. Sorolja az óvónő, aki számára a kikapcsolódást az olvasás és a család jelenti.